Hajdúszoboszló belterületén megsokszorozódott a közúti balesetek száma a tél beköszöntével. Mindemellett az unakázós csalókra is felhívta a figyelmet Karácsony Béla sajtószóvivő a Hajdúszoboszlói Városi Televíziónak. Az elmúlt időszakban a Hajdúszoboszló rendőrkapitányság területén sajnos két halálos közúti baleset is történt. Ezzel kapcsolatban szeretném egy pár dologra felhívni a figyelmet a közlekedésben résztvevőknek. A gépjárműben, hogyha a gépjárművel közlekedünk lakóterületen belül, mindig fokozott óvatossággal és körültekintéssel közelítsük meg a kijelölt gyalogos átkelőhelyeket, mindig figyeljünk a közlekedés többi részvőire. Akkor ezt nem csak azt írja elő, hogy kézben tartott mobiltelefonnal nem lehet közlekedni, hanem azt is előírja, hogy mindig a járművezetőnek vezetésre képes állapotban kell lennie, tartózkodnia kell minden olyan magatartástól, amely a vezetéstől el tudja a figyelmét, mindig az úttestre, az úton történt eseményekre kell koncentrálnia. Fontos azt is megegyezni, hogy útkereszteződésben, akkor, hogyha kanyarodunk a járművünkkel, akkor a kanyaroló járművel szemben a gyalogosnak elsősége van akkor is, hogyha ott nem a kijelölt gyalogos átkelő helyen halad át, hanem nyilvánvalóan a jármű meghosszabbított vonalán. Tehát erre mindig figyeljünk. Arra is fel szeretném hívni a figyelmet itt a gyalogosoknak elsősorban, hogy ebben a téli időszakban fokozott óvatossággal és figyeljünk oda a közlekedésünkre, figyeljünk akkor, hogyha a gyalogos átkelőhely közelébe érkezünk, a gyalogos átkelőhelyen átkelünk, a gyalogos átkelőhelyen történő átkelés során mindig figyeljünk a forgalom részvőire, a közlekedő gépkocsikra, gépjárművekre, tehát nem csak a gyalogos átkelés megelőzően kell szétnéznünk, hanem az átkelés során is fokozott figyelemmel kell tekintenünk az ott közlekedő járművekre, hogy veszélyhelyzet esetén el tudjuk hárítani a ránk esetleg leselkedő veszélyt. A téli időszakban különösen fontos az a tény, hogy ebben a ködös párás időszakban sötét ruházatunkat szoktuk általában magunkra ölteni, nehezebben vesznek észre a gépjárművezetők, ezért nem csak lakóterületen kívül fontos, hanem lakóterületen belül is fontos az, hogy esetleg láthatósági mellényt vagy olyan eszközöket viseljünk magunkon, táskánkon, amelyel fel tudjuk hívni magunkra a figyelmet, ezzel is egy picit téve a saját biztonságunk érdekében. Ez a közlekedés, amely gyalogosokra vonatkozik, ezek a szabályokat nem árt a gyerekeinknek is már gyermekkorba megtanítani, felhívni az esetleges rájuk leselkedő veszélyekre. A bekövetkező veszélyhelyzet során tapasztalható, illetve teendő magatartásokra, kresszabályokra fel kell hívni a figyelmet, illetve hát nyilván a személyes viselkedésünk, a személyes magatartásunk is elengedhetetlenül fontos az ilyen balesetek elkerülése érdekében. Járműünkkel, ha közlekedünk, a menetfény használata jó látási körülmények között megengedett. Ködben párás időszakban, korlátozott látási viszonyoknál elengedhetetlen a tompított fényszóró használata, ezért azt mindig kapcsoljuk be és használjuk azt. Unokázós csalók próbáltak az elmúlt időszakban a Hajdúszoboszló rendőrkapitányság területén élőktől pénzt kicsalni. A sértettek azonban óvatosak voltak, és így nem történt bűncselekmény. Ezzel kapcsolatban felhívom figyelmet arra, hogy hozzátartozóinknak, illetve saját magunk is figyeljünk arra, hívjuk fel hozzátartozóinknak a figyelmét arra, hogyha ilyen telefonhívások érkeznek, amelyben esetleg hozzátartozónk, azt mondja a hívó fél, hogy hozzátartozónk balesetbe került és sürgősen pénzre van szüksége, mindig szakítsuk meg a vonalat, és az általunk ismert telefonszámon hívjuk vissza a megnevezett, megjelölt sértett hozzátartozónkat, vagy sérült hozzátartozónkat, győződjünk meg arról, hogy ez a hívás valós. Idegen embernek, idegen személyeknek ne adjunk át sem készpénzt, sem ékszert.
idegen személyeknek, idegen általunk ismeretlen bankszámlaszámra, névre ne utaljunk pénzt. Abban az esetben, hogyha mégis ilyen történik, akkor azonnal hívjuk a nap 24 órában hívható, ingyenesen hívható 100-es, illetve a 112-es segélyhívót.